Nézzünk meg néhány olyan apró alkalmazást, amelyet eleve a metró felülettel együtt kellett volna kapnunk, például egy számológép. Ez egy a webáruházból letöltött ingyenes program. A felületén reklám jelenik meg, ez nagyon sokszor előfordul, hogy ingyenes a program, de cserébe reklámokat kell nézegetnünk. Az ingyenes programok másik részében nem csak reklám jelenik meg, hanem bizonyos funkciókat csak fizetés ellenében érhetünk el. Ez a számológép a reklámtól eltekintve teljesen rendben van, és jól működik, billentyűzetről, egérrel, érintőképernyőről használható. A program maga rendkívül sokoldalú, állandókat, historival rendelkezik, funkciókat tud megkülönböztetni, és ha jobb egér gombbal kattintunk a felületen, akkor különböző stílusú számológépeket kapunk, többek között még egy konvertert is. Itt van egy alap számológép, egy négyműveletes, itt van az előbb látott tudományos számológép, itt ez programozóknak segít, programozók számára. Itt van a konverter, amit említettem, ez pénzjegyeket konvertál, de lesz majd olyan is, ami mértékegységeket konvertál. És ez a program, bár a felületén hát nem mindig releváns reklámok jelennek meg, de mindig jelenik meg valamilyen reklám, általában egy másik letölthető programnak a hirdetése, ez egy rendkívül jól használható számológép volt. A képernyője aktív, hát nem világos, hogy mire jó az, hogy az utolsó műveletet megjeleníti, de megjeleníti. Nézzünk egy másik számológépet, ez is billentyű, érintő képernyő. Képernyő, ez talán nem annyira sokoldalú, mint az eddigiek. A billentyűzet hangját lehet ki vagy bekapcsolni, illetve a readme-t lehet ki vagy bekapcsolni, más beállítása, más paramétere nincsen. Ez is sokat tud, de a felületén nem jelenik meg hirdetés, korlátozás nélkül használható. A következő apró program, amit megnézünk, ezek ilyen Windows 8-as billentyű kombinációk, kis segítség, megnézhetjük például, hogy hogyan lehet úgy képernyőről képet készíteni, képernyő fotót készíteni, hogy az egy könyvtárba képként automatikusan megjelenjen, és bármit tudjunk vele csinálni. Például. És ezeket a tanácsokat, ezeket a Windows 8-hoz tartozó tanácsokat egyrészt betehetjük a kedvencek közé, másrészt pedig kitehetjük a kezdőképernyőre csempeként. Hát, hogy előnye vagy hátrány, hogy minden metro alkalmazás teljes képernyőn fut, az egy jó kérdés, mert nem vagyunk tisztában a háttérben futó taszkokkal. Emiatt jó, hogy ha oldalra húzzuk a billentyűt, akkor a futó taszkok megjelennek, és ezeket vagy egy lefelé tartó mozdulattal, vagy pedig a Alt-F4 billentyű kombinációval be tudjuk zárni. Ugye néhány program úgy maradhat, akár egy webrádió, egy képnézegető alkalmazás, vagy bármi ilyesmi. A következő program hasonlít az előzőhöz, itt a Windows-os billentyű kombinációkat találhatjuk meg. Hát ezeket, ha megtanultuk, vagy megszoktuk, vagy megvannak a kedvenceink, amelyeket billentyű kombinációval érünk el, ezeket le is lehet utána törölni. Kezdetben, hogyha valaki éppen barátkozik, vagy először találkozik a Windows 8-as rendszerre, ez a két program, ez nagy segítség lehet az elinduláshoz. Egy konverter, amely különböző mértékegységek között tud konvertálni. Hát annyiban jó, hogy bármilyen mértékegységet tud, és meg tudja fordítani a mértékegységeket a swap gombbal. Így látjuk, hogy 25,4 mm, vagy pedig 2,54 cm, majd mindjárt átváltjuk a mértékegységet milliméterről centiméterre. A váltószám a inch és az európai mértékegységrendszer között. Ez egy nagyon puritán felületű, de jól működő program. Ennél a programnál elidőzünk egy kicsit viszont, mert ez a toolbox, hát ha itt a kezdő animáción túl leszünk, ezt egy kicsit begyorsítva mutatjuk meg, ez hatféle eszközt tud egy képernyőn megjeleníteni. Ezt a hatféle eszközt mi választhatjuk ki? Van benne ismét egy konverter, meglehetősen sok ilyen mértékegység konverterrel tudunk találkozni a metró felületen. Van egy külön
áruház ehhez, amelyhez ingyenes, majd később fizetős alkalmazásokat is pluszba még le tudunk tölteni, például most egy stopper órát tölthetnénk le, ha akarnánk. Van benne Facebook kliens, számológép, emlékeztető, amely egy bizonyos időpontban emlékeztet, hangfelvevő program, időjárás jelentő óra, és egy nagyon egyszerű rajzoló program. Ezeket tetszőlegesen felosztott képernyőre tudjuk applikálni, megjeleníteni, és egyetlen egy program elindításával tudjuk ezeket használatba venni. Az időjárás jelentő megpróbál hozzáférni a location-höz, és meg is találta az internet szolgáltatónkat, hát nem minket, de az internet szolgáltatónkat. Arra majd visszatérünk, hogy a időjárás jelentőben a hőmérséklet mértékegységét hogyan lehet átváltani Celsiusra. Hát térjünk vissza ugyanerre a programra, ugyanis ennek a választéka szaporodik. Ugye már van egy stopper óránk, amit üzembe helyeztünk, és akár mint egy önálló áruházból levehetjük, de van most már egy fizetős alkalmazásunk is, egy firkálásra alkalmas jegyzettömb, ezt mi nem helyezzük üzembe, mert annyira nem érdekes a dolog. Na, térjünk vissza a programhoz. Itt van az időjárás jelentő, amely megtalál minket helyszín szerint, és még további városokat adhatunk hozzá az időjárás jelentéshez. De vajon hogyan lehet a Fahrenheitet átváltani Celsiusra? Itt a két helyszín, ezeket váltogathatjuk is, adhatunk hozzá továbbiakat is, és hát mindjárt meglátjuk, hogy a menürendszerben van-e arra lehetőség, hogy a mértékegységet átváltsuk. Igen, egyszer van itt lehetőség arra, hogy a mértékegységek között kapcsolgassunk. A másik, hogy hát nem látszik, mert ugye ez a flat design, ez egy mostani őrület, egy divathullám, de nem látszik, hogy az nyomógomb, de mégis át lehet váltani, hát ilyen alapon bárhová lehetne kattintani ahhoz, hogy átváltsuk a mértékegységet, ez a felületen nem látszik, és ez sokakat megzavarhat, esetleg nem találják meg a program lehetőségeit, beállításait. Még mindig maradjunk ennél a toolboxnál, nézzük meg a beépített webböngészőt. Hát ez a böngésző lényegében a metró felületre optimalizált Binget, illetve az Internet Explorer-t nyitja ki. Ebben lehet weboldalakat nézegetni, persze nem ilyen osztott képernyőn, hanem teljes képernyőn van értelme a dolognak. Menjünk tovább, nézzük meg azt a keresőt, amiről már volt szó az üzembehelyezésnél, és a óriási előnye az, hogy nem csak a Google-ben, a Bing-ben, hanem a Yahoo-ban, a mozi adatbázisban, blogokban, YouTube-on, Facebook-on, Google Plus-ban, a Google-nek a blogger szolgáltatásában és egyéb dolgokban is képes keresni. Tehát a beadott kulcsszót nem csak egy helyen, hanem ki tudjuk választani azt a szolgáltatást, hogy mi mire vagyunk kíváncsiak, és ezt jeleníti meg a hozzárendelt böngészőben. Ez egy új keresési mód, amit a Windows 8-as vezetett be, hogy a keresés kulcsszava, a keresett témakör a kiválasztott szolgáltatásban jelenik meg. Nem csak keresőben, hanem bármilyen más szolgáltatásban is megnézhetjük, hogy arra a kulcsszóra vajon milyen tartalmat találunk blogokban, Facebookon, fényképgyűjteményekben, bármiben. Ez a program is reklámokat jelenít meg, de a 8-as verzióba települő Internet Explorerben meglehetősen egyszerű a reklám blokkolás, még külső program se kell hozzá.